Sziasztok, Nász Tamás vagyok, a Walker Media-nál dolgozom. Ha valaki nem tudja, nem is tudná, Walker az egy olyan... Így. Ez tényleg sokkal jobb. Szóval a Walker Media egy olyan cég, akiknek van egy csomó blogja, kiszolgálunk kicsit több mint 50 millió látogatót havonta. Nagyjából 10 éve létezünk, és ez alatt a 10 év alatt összeraktunk rettenetes mennyiségű kódot, kb. 1 millió sornyi PHP-t, meg 150 ezer sornyi Java-t, amit egészen 2 évvel ezelőttig használtunk, akkor úgy éreztük, hogy ez most már egy kicsit bezár minket, és jó lenne az egészet valamilyen olyan új alapra helyezni, ahol rugalmasabban tudunk bővülni most. Először a Python-nal próbálkoztunk, ami egy lépés volt a jó irányba, de igazából nem éreztük úgy, hogy nekünk bevált volna. Nem volt egy elég nagy lépés, úgyhogy újra próbálkoztunk a Scalával. Körülbelül 2 évvel ezelőtt első körben hívtunk 2 vagy 3 TypeScript-es embert a cégtől, akik a Scalát fejlesztik, akik tartottak nekünk egy tanfolyamot, és utána ezt követően egy éven keresztül kísérleteztünk különböző egyszerű szolgáltatásokat, a képkezelőt, a single sign-ont, átállítottuk Scalára, amikor ez megvolt, akkor utána a teljes komment rendszerünket átírtuk, ott kísérleteztünk különböző szolgáltatásokkal, és aztán ugye egy év után nagyjából ezt az egészet lehúztuk a WC-n, és elkezdtük építeni azt a platformot, ami jelenleg is online elérhető, nagyjából tavaly augusztusban. Az első site az 2013 januárjában volt online ezen a platformon, és április végére be is fejeztük az átállást. Hogy miért választottuk a Scalát? Egyrészt, mert izgalmas, egy kicsit furcsán írtam az izgalmasabbat, mindegy, izgalmasabb, mint a Java. Ezt arra értem, hogy van egy csomó dinamikus környezethez szokott fejlesztőnk, akiknek megpróbáltuk egyébként többször eladni, hogy próbáljunk Java-ban programozni, de azt a... Próbáljunk Java-ban fejleszteni, de egyszerűen nem volt elég érdekes. A Scala viszont egy sokkal tömörebb, sokkal dinamikusabb nyelv, amitben nek a funkcionális feature-ei nagyon vonzóak voltak, mindannyian azt gondoltuk, hogy érdemes lenne azzal próbálkozni. Ugyanakkor az, hogy tisztán objektumorientált, igazából sokkal tisztában, mint a Java, ez megkönnyítette az átállást. Közben viszont, mivel JVM-en fut, kompatibilis a meglévő Java ökoszisztémával, nagyon könnyű volt belehelyezkedni, és az operations teamünknek se voltak igazából gondjai az üzemeltet. Jó, voltak, de nem akkorák, mint hogyha valami egészen másra mentünk volna át. Menjünk fel. Így 2 év után azt lehet mondani, hogy tök jó dolog, hogy meglévő Java library-eket lehet használni, de mi nem használjuk őket. Az ember hajlamos a szkálás megoldásokat választani egész egyszerűen azért, mert annyira különbözik a szkálás megközelítés a Java-stól nagyon sokszor, hogy inkább valamelyet keresünk, ami ebbe jól beleilleszkedik. Scala, nem tudom, aki látott már Scala szintaxist, azért eléggé különbözik attól, amit ezek a C-n felnőtt nyelvek megtanultak, vagy kialakítottak, emiatt aztán mindenki nálunk elkezdte kidolgozni a saját stílusát, és eltartott egy pár hónapig, amíg azt a standardet sikerült megtalálnunk, ami egy olyan kódhoz vezetett, amit tényleg mindenki végre el tudott olvasni. A közösség az szuper, nagyon sok visszajelzést, nagyon sok segítséget kaptunk a TypeSafe-től is, és a különböző Google Groups-os fórumokban is, sőt, sokszor azt éreztük, hogy még arra is van lehetőségünk, hogy befolyásoljuk a fejlesztések irányát, amire egyébként szükség is volt, mert azért, és ebből látszik, hogy ez egy fiatal nyelv, az eszközök, build tool, az ide egyszerűen még nincsenek teljesen ott, még egy kicsit kényelmetlen őket használni. Ezzel együtt igazából mindannyian meglepődtünk azon, hogy mennyire gyorsan tudunk kódot elállítani, és mennyire jól működik a dolog, és tényleg 4 hónap alatt eljutottunk a tervezéstől addig, hogy meglehetősen sok látogatónk volt élőben. Nem tudom, mennyi időm van még, csak 1 perc. Akkor összeszedtem egy teljesen rendezetlen listát arról, hogy mik a legkirályabb dolgok a Scalában. Menjünk egyet. Caseclass-ok. Ugye nagyjából így néz ki, hogyha adatokat akarunk. Én nem vagyok Java programozó, de azt hiszem ez így nagyjából helyes Java kód, ugyanez Scalában ennyi. Ez egy viszonylag, talán ez egy jó példa arra, hogy és kicsit gonosz példa arra, hogy miért egyszerűbb egy csomó minden Scalában megcsinálni, mint Javában. A mintaillesztés, ami igazából switch statement szteroidokon, ott külön felhívnám a figyelmet a person sorra legfelül, ahol nem egyszerűen fel tudjuk ismerni egy adott elemtípusát, hanem egyből ki is tudjuk csomagolni bele az adatokat, ez megint csak a tömörségről szól.
Az implicitek az egy olyan funkció a Scalában, amit arra lehet használni, hogy egyrészt nagyon szép library-ket lehet vele készíteni, másrészt meglévő kódhoz lehet funkciókat kapcsolni. Ezt most befejezem. És anélkül, hogy maga a futás, tehát rendesen futási időben lassulna, ott már mindezt fordításkor intézi el. Van még egy pár, de igazából... Jó, akkor menjünk tovább. Jó, még egy ilyen tömörségről szóló feature, a type inference, hogyha a fordító amúgy is tudja, hogy mi lesz ott, akkor igazából el is hagyhatjuk a típus megjelöléseket, ami egy komoly probléma Java-ban, ezeket mind ki kell írni, és akkor ez is ugyanolyan jól működik. A traitek azok olyanok, mint az interfészek, csak sokkal okosabbak. Egyrészt implementációt lehet hozzájuk kapcsolni, ami egy fantasztikus dolog. Leginkább a typeless-ekhez hasonlítanak teljesen funkciós nyelvekben. Másrészt dinamikusan lehet őket bemixelni példányosításnál, tehát nem kell előre az osztályhoz hozzáadni ezt a funkcionalitást, hanem bármikor hozzá lehet csapni. Vela Scala az nagyon erős funkcionális támogatással rendelkezik, minden, egy kifejezés, mindennek van visszatérési értéke, szerintem ez egyszerűen nagyon tiszta módja annak, hogy kifejezd, hogy mit szeretnél az esetben, mindenféle sallangoktól, return statementektől függetlenül. A Scalában vannak fix értékek, ami nem egyszerűen szemben a Java-val, az egy, igazából egy konvenció, itt egy nyelvi elem, ami fordítási hibához vezet, mint ahogy ezt itt a példa is mutatja, ami tök jó, mert abba az irányba lögdösi az embert egyrészt, hogy megpróbáljon funkciósabb kódot írni, másrészt meg másrészt sokkal biztonságosabb lesz a kód például a thread safety szempontból. Köszönöm szépen! Eljutottál most a legjobb dolgokig, arról mesélnél, hogy milyen praktikus problémák, szívások merültek föl inkább? Hát az egyik nagyon komoly probléma az a Scalával, hogy igazából még nincsenek meg azok az ilyen standard megoldások, amiket így elvárhatsz, hogy hogyan fogsz azokat megcsinálni, és ezért mindenki hajlamos a maga saját megoldását kitalálni, és ráadásul nagyon adja magát a nyelv ahhoz, hogy megpróbálj okos lenni, hogy megírod 5 sorban, de igazából meg lehetne ezt csinálni 3-ban is, meg ott lehetne valami még okosabb trükköt alkalmazni, és azért pont most voltunk egy konferencián, ahol megemlítették, hogy az egyik tanfolyam közepén az egyik ember azt, hogy ez mennyire jó, hát ez olyan, mint az új Perl, és ez egy kicsit tényleg ijesztően hangzik, és tényleg benne van a Scalában, és ami jó, hogy úgy tűnik, hogy azért ez egy fázis, azon az ember átesik, és akkor utána azért ez már nem ennyire borzasztó. Köszönöm. Azokat a dolgokat hogy kezeltétek, hogy írjátok az új Scala kódot, és közben jön valaki, hogy fú, még a működő rendszerünkbe tegyük be ezt meg azt. Hát egy nagyon gonosz megoldást választottunk, magunk mögött hagytunk egy pár embert néhány hónapra, akiknek az volt a feladatuk, hogy karbantartsák a meglévő kódot, amíg mi dolgoztunk az új Scala kódon. Ezt igyekeztünk a lehető legrövidebbre venni, illetve ha valami olyan volt, amit egy konkrét emberhez tartozott, akkor ő foglalkozott vele, de hát így. Hát ennél egyszerűbb volt a helyzet, mert egy annyira, tehát nem egyszerűen a meglévő terméket alakítottuk át Scalára, hanem valójában egy új platform, ugye ezt a Kinja platformot fejlesztettük ki, ami teljesen más volt, és egy teljesen más koncepció volt, mint a régi. Emiatt egy csomó feature-t egyszerűen nem kellett átvinni szerencsére. Mi volt a gond a Pythonnal? Igen, ettől a kérdéstől féltem egy kicsit, mert 3 évvel ezelőtt volt. Igazából nem volt semmi gond a Pythonnal. Mi elsősorban azért választottuk a Pythont, ha jól emlékszem, mert hogy akkor lehet Google-ös szervereken futatni kódot, és akkor nagyon azon volt, arra fókuszáltunk, hogy úgy akarunk skálázódni, hogy akkor tudjunk ilyen különböző web-based megoldásokkal dolgozni, meg hogy akkor kirakjuk ilyen külső poolokra a cuccainkat, és igazából irányt váltottunk, egy ponton az lett a prioritás, hogy a meglévő JVM-es infrastruktúrát akarjuk használni. Thank you.
a null references hibákkal nem van védekezés? Bocs, ezt nem értettem. A null references hibákkal nem van védekezés? Van, egyrészt van, másrészt nincs. Van az option nevű feature a Scalában, ami ugye a maybe-re hasonlít leginkább. Ami egy nagyon jó feature, mert egyszerűen a nyelv részévé teszi azt az információt, hogy itt valószínűleg visszajön valami, de nem biztos. Nagyon ritkán szokott, vannak Java-s fejlesztőink, én nem vagyok az, meg soha nem is voltam az, de vannak Java-s fejlesztőink azért, akik elmondhatják, hogy ezért sokkal kevesebbszer futunk bele ilyen típusú hibákba, és akkor is főleg akkor, amikor Java-s library-kkel mi dolgozunk együtt. Igen, leginkább. Tehát ha tisztán szkálás kódot írsz, akkor azért általában ez nem probléma. Utolsó rövid. Utolsó rövid. A Jython, miért nem Jython? Próbáltuk a Jitont. Lassú volt, ha jól emlékszem, egy kicsit azért a szkálához képest. A szkálában tényleg az a jó, hogy elég közel van a Javához. Igazából a Javára építették rá az egészet. Lehet bizonyos szempontból plusz feature-öket pakoltak a Java-ra, miatt a fordító maga az nagyon lassú, ezt elfelejtettem említeni, erről tudni kell. Sokkal lassabb, mint a Java-nak fordítója, de a futtatott kód az gyors, bizonyos esetekben gyorsabb is, mint a Java. És még bocsánat, még annyit el szeretnék mondani, hogy veszünk föl embereket. Nem keresünk tapasztalt fejlesztőket, hogyha valaki itt viszont érdekel a Scala és szeretne dolgozni, akkor ezt keressen meg minket. Köszönöm szépen.